Szeretettel köszöntöm a Magyar Vöröskereszt önkénteseit, dolgozóit, támogatóit és szimpatizánsait. Az ő munkájukat köszönte meg ebben a videóban a Magyar Vöröskereszt elnöke. A legnagyobb múltú nemzetközi humanitárius szervezet elődjét 1863-ban alapították a svájci Henri Dunant vezetésével, hazai egysége pedig idén májusban ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. A Vöröskereszt általános tevékenysége mellett sok esetben hiánypótló és szükséges feladatokat vállal fel, folyamatosan reagálva a társadalmi kihívásokra, háborúkra, katasztrófa helyzetekre vagy épp legutóbb a pandémiára. A jeleségfordulót hétfőn Nyíregyházán is megünnepelték, ahol tisztújításra is sor került. A mai nap azért különleges számunkra, mert egy lassan másfél éve húzódik a tisztújítás, amiben az önkéntesek tisztséget vállalnak a Magyar Vöröskereszt életében. Megújult a mai napon a megyei vezetőség, országos küldötteket delegálunk a küldött gyűlésbe. Ebből a szempontból is nagyon fontos volt a mai nap. A 192 tagországból álló Vöröskereszt 2030-as stratégiáját már elfogadta a hazai szervezet. Jelenleg is folyamatban van annak meghatározása, hogy merre haladjanak a következő 5-10 évben. A több mint 100 000 taggal bíró Magyar Vöröskereszt munkáját mintegy 50 000 önkéntes segíti. Az ő kinevelésükben kiemelt szerepe van az idén 100 éves ifjúsági szervezetnek. Az utánpótlás folyamatos biztosítását prioritásként kezeli a Vöröskereszt. Egy felnövekvő óvodából, iskolából kikerülő fiatal a Vöröskeresztnél tanulhatja meg az első munka jellegű szabályokat, ugye önkénteskedés mellett is nagyon sok szabályban nagyon sok mindent csinálnak az önkéntesek, és sok esetben pályorientációs iránymutatást is adunk, hisz a önkénteseink közül sokan választanak egészségügyi pályát, sokan mennek szociális pályára, ami azért nagyon jó, mert ezekből a fiatalokból lesz a következő nemzedék, aki akár máshol dolgoz, segíti a Vöröskereszt munkát, akár egyébként a szervezet kötelékében vállal fel. Enélkül egyébként ez a szervezet nem tudna olyan jól működni, önkéntesekre szükség van. Az ünnepségen olyan önkénteseknek adtak át elismeréseket, akik régóta szolgálják a Vöröskeresztet. Mások mellett tag és véradás szervezéssel, elsősegélynyújtással és annak tanításával, valamint adománygyűjtéssel.